tisztelt helyettes államtitkár úr, tisztelt főpolgármester helyettes úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon örülök én is annak, hogy Budapesten az első európai mikrofinanszírozási nap alkalmából ilyen szép számmal összegyűltünk, és együtt gondolkodhatunk a mikrovállalkozások szerepéről, illetve a mikrofinanszírozás szerepéről a gazdaságban. Ha megengedik, akkor egy kulisszatitokkal kezdem. Ennek a titoknak több tudója itt ül köztünk. Júniusban Dublinban voltunk az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat éves közgyűlésén, szakmai közgyűlésén, és ott értesültünk arról, hogy Brüsszel az idén először egy dedikált szakmai napot szán a mikrofinanszírozásra. Mikor ezt a tematikus napok sorában, mikor meghallottam, hogy ezt a napot a tematikus napok sorában beemelték Brüsszelbe, akkor én is, de egyöntetően a kollégákkal, a többi helyi vállalkozásfejlesztési közalapítvány képviselőjével úgy döntöttünk, hogy ezen a napon Magyarországon is mindenféleképpen meg kell szólalnunk, meg kell mutatnunk azt, hogy mi történt itt az elmúlt 20-25 évben. Most eljött ez a nap. A Dublinban elhangzott felhíváshoz elhangzott egy felhívás is, egy kezdeményezés is, hogy ne csak Brüsszelben, hanem Európa más helyein is tartsunk rendezvényeket. És a felhívás a számunkra azt jelentette, hogy meg kell mutatni a jó gyakorlatainkat, meg kell mutatni az eredményeinket, el kell oszlatni, el kell kezdeni eloszlatni, ezt úgy egy nap alatt nem fogjuk tudni megtenni. Olyan tévhiteket, amik itt a mikrofinanszírozás környékén bizonyos helyeken összegyűltek, meg kell mutatni, hogy a gazdaságra, illetve a társadalomra milyen hatása van a mikrofinanszírozásnak. Eddig mi Magyarországon, mint ahogy már mondtuk, nagyon régóta csináltuk a mikrofinanszírozást. Az eredményeket összegeztük is, de nagyon kis csoportok tudtak ezekről az elemzésekről, ezekről a kutatásokról. Mindenféleképpen el kell oda jutnunk, hogy nem csak a szakma szűk csoportja, a mikrovállalkozással, mikrohitelekkel foglalkozók tudnak ezekről a kutatásokról, nem csak a szűk szakma látja, hogy mi történik a gazdaságban a területen, hanem minél többen a gazdaság szereplői közül, minél többen a társadalomból. Ezért nagyon örülök annak, hogy a mai napnak már érezhető szélesebb visszhangja van, mint ahogy eddig megszoktuk. Na nézzük, mi is az a mikrofinanszírozás? A mikrofinanszírozás definíciója szerint mikrovállalkozásoknak, tehát 10 fő alatti vállalkozásoknak szóló kisösszegű pénzügyi szolgáltatások és plusz nem pénzügyi, hanem üzletfejlesztési szolgáltatások komplex összessége. Míg a banki hitelezés az nagyrészt a pénzügyi szolgáltatásokra fókuszál csak, nem nagyon szoktunk látni a banki hitelek mellett üzletfejlesztési szolgáltatásokat. A mikrohitelezéshez mindenféleképpen hozzájárul elemi része ez a másik szolgáltatáscsomag is. A pénzügyi szolgáltatásokat nálunk jobbára, tehát a helyi vállalkozásfejlesztési alapítványok esetében jobbára mikrohitelt jelent, más típusú pénzügyi szolgáltatásokat nem nagyon. Az Unióban a mikrohitel javasolt maximum összege 25 ezer euró, nálunk az országos mikrohitel alap gyakorlata szerint 10 millió forintos maximumig nyújthatók ezek a hitelek, beruházási vagy tartós forgóeszköz finanszírozási hiteleket jelentenek. Ezek a vállalkozások, amik megkaphatják a hiteleket, a mikrovállalkozások, az esetek nagy részében a bankok számára hitelképtelenek. Esetleg a vállalkozás vezetője magánszemélyként valamilyen szabad felhasználású hitelt kaphat, jó esetben, amiből mondjuk, ha épp egy állatorvosról van szó, akkor megvásárolhat egy speciális vizsgálóeszközt, vagy ha egy kozmetikusról, akkor egy kezelőeszközt. De tudjunk róla, hogy a magánszemélyeknek nyújtott szabad felhasználású banki hitelek a legdrágább banki termékek. Mikrofinanszírozás arról szól, hogy ennél sokkal olcsóbb, támogatott pénzügyi szolgáltatást, tehát konkrétan mikrohitelt adunk
olyan vállalkozásoknak, akiknek van életképes üzleti terve, életképes üzlete. Tudja, mit szeretne holnap csinálni, még azt is talál, hogy jövőre, és nagyon fontos az, hogy tán 2-3 év múlva is tudja, hogy mit szeretne csinálni. Mit nem tud egy mikrohitel? Semmiképpen nem tudja a már majdnem csődbe levő vállalatot megmenteni. A majdnem csődbe levőt én úgy szoktam említeni, amik már szinte pénzügyileg csődbe vannak, csak jogilag még élnek. Ezek számára a mikrohitel nem kiút. Azok számára kiút, akik fejlődni szeretnének, akik lehet, hogy csak technológiai fejlődést szeretnének azért, hogy a piacon meg tudják tartani a pozícióikat, és jövőre, illetve később is működni tudjanak. Azok számára is lehetőség, akik gyors növekedés előtt állnak, és hamar meg kell finanszírozni ezt a növekedést. Budapesten tudunk olyan jó példát, aki kicsit több mint 10 évvel ezelőtt, 2 fiatal elkezdett egy IT vállalkozást, most 72-en vannak, és a kezdéshez mikrohitelt vett fel a legelején. A mikrofinanszírozásra a fókusz 2006 óta vetül a világban, hisz 2006-ban kapott Yunus professzor, egy bangladesi közgazdász professzor Nobel-díjat ezért a missziós tevékenységért, a mikrofinanszírozás megteremtéséért. A Nobel-díj hivatalos indoklásából idézek. Azért kapta ő a Nobel-díjat, mert a szegények, különösen a nők gazdasági társadalmi lehetőségeinek bővítését az úttörő mikrohitelezést alkotta meg. Bangladesben és Indiában. Biztos tudjuk a sztoriát is, kicsit más, mint egy magyar gazdaság. Ez talán magyar gazdaságban így nem elképzelhető ez a sztori. Yunus professzor, amikor hazája gazdasági valóságát vizsgálta, egy konkrét esetre figyelt fel. Ez a konkrét eset az volt, hogy 42 bambuszzsámoly készítő vállalkozónak 27 eurós, nem feltettem el nullákat, 27 eurós hitelre volt szüksége. Hát a bankok nem adtak nekik, és mit csináltak ezek a vállalkozók? Uzsora hitelt vettek fel. Rájött Yunus professzor, hogy a uzsorásoktól ezeket a nagyon apró vállalkozásokat meg kell menteni, mert ha nem teszi meg, akkor örökre szegénységbe, sőt, könnyen lehet, hogy munkanélküliségbe dönthetik ezeket a vállalkozásokat. Yunus professzor a mikrofinanszírozó bankot hozott akkor létre, méghozzá egy érdekes bankot, ez megint nehéz elképzelni Magyarországon ilyet. A bank alkalmazottjai biciklivel járták a várost, és keresték ezeket a vállalkozásokat. Ezért is mondtam mindezt, hogy lehessen látni, hogy Európában ilyen kisköltségekkel működő biciklis bank elképzelhetetlen. Az Unió, amikor a 90-es években a mikrohitelezést javasolt elindítani Magyarországon, még ez a FAR előcsatlakozási alapok idején volt természetesen, akkor azt javasolta, hogy a mikrohitelezés beindítására hozzanak létre területenként non-profit mikrohitelező szervezeteket. Ezek a non-profit mikrohitelező szervezetek, ezek a non-profit mikrohitel szolgáltatók, ezek a mostani HVK-k, akik szerintem mindegyike most itt helyet foglal a teremben. Ezeken a szervezeteken kívül létezett még korábban is mikrohitelezés Magyarországon. Nem csak a banki szférára gondolok, van egy másik terület, aki még mikrohitelezett. Magyar pénzből ráadásul, a munkaerőpiaci alapból történtek ilyen mikrohitelezések, értelemszerűen, mivel munkaerőpiaci alapról beszélünk, munkanélkülieknek, a régi munkaügyi központok, akik ugye most a kormányhivatalokban találhatók. Ők 2-3 millió, maximum 2-3 millió forint hiteleket tudtak kihelyezni pályázati rendszerben, rövid ideig szoktak nyitva lenni ezek a pályázatok igazából.
A helyi vállalkozás fejlesztési alapítványok által nyújtott non-profit mikrohitelezés, tehát a piaci banki hitelezés és a munkaerőpiaci alapból történő csak a álláskeresők munkanélküliek részére szóló hitelezés között foglal helyet valódi gazdaságban. Ha tudjuk, hogy nincsen bambuszsámoly készítő, vagy legalábbis elenyészően kevés mikrovállalkozás Magyarországon, akkor milyenek Magyarországon a KKV-k? Hazánkban a KKV-k és azon belül a mikrovállalkozások is a gazdaság nagyon hangsúlyos szereplői, két okból is. Egyrészt a versenyszféra GDP termeléséhez komoly mértetekben hozzájárulnak, 55%-ban a KKV-k. A KKV-k ugye kis, közép és tehát közép-kis és mikrovállalkozások. Ebből az 55%-ból 20%-ot a mikrovállalkozások tesznek ki, ahogy főpolgármester helyettes úrtól is hallottuk a számokat. A foglalkoztatásban még jelentősebb a szerepük. A foglalkoztatásban a KKV-k Magyarországon a versenyszféra foglalkoztatottjainak 73%-ának adnak munkát. Ezen belül a mikrovállalkozások a versenyszféra alkalmazottjainak 38%-ának adnak munkát. Tehát a 73-ból 38 mikro, és akkor talán láthatjuk, hogy a kis- és középvállalkozások együttesen adnak annyi, teremtenek annyi munkahelyet, mint a mikrovállalkozások. A KKV-k adták a válság idején is a gazdaságban a munkaerőpiac stabilitását. A KKV-k a munkaerőpiacon két módon jelennek meg. Egyrészt önfoglalkoztató vállalkozóként. Magyarországon az összes foglalkoztató 10%-a önfoglalkoztató vállalkozó, az Európai Unióban ez olyan 15% körül van. Viszont az önfoglalkoztatók esetében majdnem 50%-nak van foglalkoztatottja, alkalmazottja. Ilyen nagy arányban sem az Európai Unió átlagában, sem más országokban nem találunk önfoglalkoztatókat. Az önfoglalkoztatóknak még egy különös tulajdonsága van, ami egészen más, mint az Unióban. Sokkal magasabb az iskolai végzettsége Magyarországon az önfoglalkoztatóknak, mint átlagosan az Unió többi országában. Nálunk mindössze 5% az, akinek nincsen érettségie, vagy legalábbis középfokú végzettsége. Az Európai Unióban ez sokkal jelentősebb. Hol dolgoznak ezek az önfoglalkoztatók? Hol vannak a vállalkozásaink? Mely ágazatokban? 17%-uk a kereskedelemben található. 13%-uk a mezőgazdaságban dolgozik. 9-9%-uk a feldolgozóiparban, illetve az egyéb szolgáltatók között, és szintén 13%-uk a tudományos szakmai tevékenységet végzők. Tudományos szakmai tevékenységet kik végeznek, például az összes jogi szolgáltató, az összes könyvelőcég, az összes kommunikációs ügynökség, akiket itt látok, illetve minden hasonló szakmai szolgáltató. Egyéb szolgáltatók kicsodák, például a fodrász, a kozmetikus, a javítást végző vállalkozók mind-mind. Magyarországon ez a két terület, a szakmai tudományos terület, illetve az egyéb szolgáltatók sokkal nagyobb arányban vesznek részt a vállalkozásokban, mint Európában általában. Budapestről még három számot, hogyha szabad, szívesen megmutatnék. Egyrészt a magyar foglalkoztatottak közül minden ötödik Budapesten él. Minden negyedik alkalmazott budapesti munkaadónál dolgozik, és minden nyolcadik magyar alkalmazott budapesti KKV-nál dolgozik. Ezért is gondolom azt, hogy feltétlenül Budapesten is nagyon fontos ezzel a témával foglalkozni, és igazán nagy örömmel töltött el, amikor a Tarlós István főpolgármester úr vezette fővárosi közgyűlés 2015. június 23-án elfogadta a budapesti gazdaságélénkítési és munkahelyteremtési stratégiát, amely 2030-ig jelöl meg feladatokat a főváros, a kerületek és a főváros minden olyan szervezete számára, aki a gazdaságfejlesztéshez hozzátenni tud.
A dokumentumban 51 intézkedést nevesítettek, egyik intézkedés a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitelezésének szervezetfejlesztése. A stratégiát, ha megengedik, szó szerint idézem, ebben a tekintetben a szolgáltatás fejlesztés célja a fiatal, kreatív és női vállalkozók mikrovállalkozásai fejlesztési forráshoz jutásának ösztönzése, a forráshoz jutás nehézségeinek enyhítése jelentősen hozzájárul az új vállalkozások létrejöttéhez, a mikrovállalkozások túlélési valószínűségének növekedéséhez. A BVK nagyon örült annak, hogy ezt a feladatot megkapta, fejlesztésekhez egyből hozzálátott. Nem tudom még ma bejelenteni, hogy kész az összes új termékünk. Nagyon remélem, hogy az év végén jövőre új termékekkel is előállhatunk, de az első programrészt azt feltétlenül a mai konferencia végén be fogjuk jelenteni, akár holnaptól várjuk az érdeklődőket a mikrohitel felkészítő programunkra. Zárásképp akkor egy pár szót a BVK-ról még. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt 1993-ban hozta létre Budapest Főváros Közgyűlése egyedüli alapítóként, azzal a céllal, hogy a KKV-k létrejöttének működésének támogatását segítse. A BVK a főváros egyetlen ilyen területen működő, tehát a főváros saját egyetlen ilyen területen működő szervezete. Elmúlt évben egy nagyon komoly innovációba, szinte egy barna mezős beruházásba kezdtünk, és az eddigi tevékenységeinket egy 21. századi új igényszintnek megfelelő színvonalra kívánjuk fejleszteni. Két pilléren alapul a BVK működése. Az egyik pillér a innovatív vállalkozásfejlesztés, vállalkozói kompetenciaközpontokat hoztunk létre közép-európai program finanszírozásával, illetve Interreg 4C finanszírozásával. A másik pillér a mikrofinanszírozás. A mikrofinanszírozás megújítása most zajlik éppen. Ennek a kellős közepén tartunk itt az Európai Mikrofinanszírozási Nap idején. Mivel a közalapítvány programjaiban résztvevő vállalkozások piacon maradási esélyei megnőnek, munkahelyeket teremtenek, új munkahelyeket hoznak létre, és az adófizetési moráljuk is javul, ezért a közalapítvány azt gondolom, hogy nagyon hangsúlyos tevékenységet végez. Hozzájárulunk a magyar versenyszférebeli foglalkoztatottak 3/4-ét foglalkoztató KKV-k megerősítéséhez, a gazdaság erősítéséhez, és ahhoz, hogy még nagyobb eredményeket meg tudjanak megfelelni ezek a szervezetek. Hallottuk már korábban, sikeres budapesti KKV-k nélkül nem létezhet sikeres Budapest, sikeres Budapest nélkül nem létezhet sikeres magyar gazdaság. Azt gondolom, hogy ezt a feladatot szeretnénk a későbbiekbe is továbbvinni, és ehhez a mikrofinanszírozás mindenféleképpen egy fontos eszköz. Köszönöm, hogy ezeket a számokat meghallgatták. Bent van a táskájukba ez a pár grafikon, amit az előbb itt megmutattam.